Sziasztok, Black Venom vagyok, és itt a Dungeons 2 Game of Winter 7. része. Az előző részben hát legyőztem ezt a kurva hernyót konkrétan, mert ez volt a fő ellenség az előző pályán szerintem. És akkor meg kellett másztam azt a hegyet, vagy mi. És akkor a következő résznek a címe az abszolút gonosz. Na, hát csak mert valami Bartas szerintem fel kell áldozni valamire, úgyhogy majd most kiderül, hogy mire. Nem mindig kurva lassan tölt ez. Nem értem, hogy miért mindig az elején ilyen nehéz betölteni ezt a kurva pályát, hogy mi. Na. Jó, hogy türelmes vagyok. Nos. The stones of destiny. Here it would all end. Szondja a sors kövei. Where the ritual must be performed. Take Barthas there and sacrifice him as a vessel. Szondja, hogy oda kell vinni Barthaszt és fel kell áldozni. But I don't want to be sacrificed. Én nem akarom, hogy feláldozzanak. You're going to be the vessel for the new absolute evil. Your essence will merge with it. Szóval, hogy ő lesz a teste az ilyen abszolút gonosznak, vagy minek. Ó, értem. Ó, értem. Csináljuk. Pusztítsuk az élőket. There was massive resistance. The Alliance had apparently anticipated evil's plans and built a strong defense near the Stones of Destiny. This would have to be taken out first. In addition, the siblings were disagreed as to just whom should perform the ritual. Both the chaotic evil and the ultimate evil had their own opinion and were hardly likely to ally themselves with the corrupt. Rather, there would be a fierce battle for the hill. I mean, it's really a fair fight. For evil creatures generally resolve their disagreements. Hát ez durva lesz. With focus on armor. Destroy the living. Destroy the demons. Szóval, értem, pusztítsuk el az élőket, pusztítsuk a démonokat, pusztítsuk el hordát. Wow. Szóval itt ez egy kemény csata lesz, úgy érzem. Mert hogy itt vannak ugye emberek, démonok, meg a horda is. Na ez lesz egy kibaszottú nagy harc, úgy érzem. És ez még nem is az utolsó pálya, basszus. Szóval el kell pusztítom a hordát is, vagy meg a izét is. És az a lényeg, hogy nekem kell megszereznem ezt. Egy olyan sereget kell csinálnom, ami kibírja a horda, a démon, meg az emberek támadását is. Hát ez nagyszerű. Jó Isten! Hogyan fogom ezt megoldani? Az lesz a nagy kérdés. De ehhez aztán sok idő kell lesz, az biztos. Esetleg felfogadok ebből is. Párat meg abból is. Hát. Szegény Barthasnak fel kell áldoznom. És akkor folyamatosan harcolnak, hogy ezt elnyerjék, ezt a rituálé követ. Nem, én nézem a köveken, ott van a jelünk is. Ott a horda jele. Az élő volt, a démoné is. Kemény. Bassza kis harc lesz ez. Az biztos. Behold
The ultimate evil sent its green-skinned champion off to the Stones of Destiny to begin the ritual. It goes without saying. Csak ennyit küldött, hogy elfoglalja. Would prevent that from ever happening. Jó ég. Ez kemény. Mindenki azt a frányakövet akarja. Mindenki ultra gonosz akar lenni. Mert gondolom, úgy ilyen nagyon nagy erőt ad az a kő. Hát minden esetre de csinálok mondjuk egy laboratóriumot, vagy nem is tudom már mit. Nem a laboratóriumot, ezt inkább ide rakom. Ezt a játékot ki kell bányászni. The corrupting evil would naturally, under no circumstances, allow it to finish. Ajajaj. És gondolom valaki elfoglalja onnantól vége a pályának és újra kezdhetem az egészet. Na remélem, hogy valaki jön megakadályozni az ember vagy a démon. Én nem akarok oda menni, mert meg jelenleg seregem is alig van. Húha. Esetre akkor egy alkemi lebet mondjuk ide. És akkor így be is építkezek. Inni. És akkor legalább már tudok csontikat is csinálni. Ebből csinálok 6-ot. Ide meg rakok egy Heyday. Laboratóriumot, hogy tudjak majd a zombikkal is csinálni valamit. Ez mondjuk ezeket bányászom ki. Na mi van? Senki nem foglalja be? Basszus. Aj, már nyerjen. Hát, hogy nekem kéne oda menni. Inkább intézkedni ezzel a kis sereggel is. Hát... lehet. Na, vagy jönnek az emberek, majd itt intézkednek. Hű! Van azért seregük. Majd az emberek elintézik ezt. Látom, hogy hogyan fogom kibővíteni ezt a nyughelyet, vagy mit. De igen, a laborba kéne. Nem mondjuk egy ilyet. Ez most komoly felém jön inkább? Jó, hogy oda is küld egy sereget, meg oda is. Miért is rám küldi, bazd meg? Ott van még, rajtam kívül még két gonosz, de rám kell küldeni a seregét. Hát a faszomat már. Mi ez? Unfortunately, the ultimate evil's champion came down with a bad case of death. It would take some time before he was revived. Na. The Alliance is taking the Stones of Destiny. Látszik, most az emberek foglalták el. Meg vagy a démonok fogják. Hát... jó, szerintem... várok egy kicsit. És hát, nem tudom. De inkább nem akarom megvártni veletek, még egy nagyságet csinálok. Úgyhogy sok idő lesz. De ha történik bármi, akkor szólok.
Elérkeztem végre. Ahhoz, hogy van egy erős öregem. És mindjárt befoglalni az oltárt, hát ha sikerül. Nagyon, hogy ugye itt van Melisandre, akit a démok se, az orkok se tudnak leverni, egyedül csak én, mert olyan hülyék, hogy van egy nagy töreti sebzése és beleállnak. Szóval nekem kell ezt levernem. És azt vettem észre, hogy ugye innen jönnek az emberek, ide csináltam pár csapdát. Innen az orkok jönnek, de azok szerencsére nem tudják kiaktiválni a csapdákat. A démonok meg valahonnan mindig jönnek, úgyhogy arra nem tudok felkészülni. A portállal szemben. És... hát ugye kész van így a fejlesztés mindenre. Majd jönnek a démonok. Akkor inkább hagyom, hogy Melisandre megölje őket. Meg azt hattam össze, hogy itt is van egy ilyen valami járatszerűség. Meg itt is. Szóval ide is építettem csapdákat, hát ha majd onnan is fognak jönni. Jelenre felkészültem. Na gyere, menjetek már neki. Lehet, hogy idővel vissza kell küldeni pár egységet, mert a démonokra fel kell ugye készülni. Általában az orkok meg a démonok egyszerre támadnak. Szóval amint bemennek az orkok és a horda, azután egyből jönnek a démonok is valahonnan. Csak figyelni kell a nagy területi sebzésére. Hát ha abba belemennek az egységeim, azok simán meghalnak. Hú! Most pont onnan jöttek. Ha, még ez a nagy töröti sebzése. Mi van? De az orkoknak annyi. Viszont lehet, hogy vissza kéne küldeni pár egységet. Mondjuk ennyit. Démonokkal szembeszálljanak. Még ez a nagy tereti sebzése. Hogyha bejönnek az egységek, szinte mindenki meghal, úgyhogy... és ez folyamatosan sebez, még hogyha ki is jöztök belőle, szóval... még akkor kell... még azért kell kiállni. Belőle. Jaj, már megölöm, szarok bele. És ugye 15 percetek van, hogy megakadályozzátok őt a aktiválásában. Jó, és akkor Bart azt meg oda rakok már pár egységet. És akkor Barthasszal is indítom már a rituálét. 10 percig kell bevédenem Barthaszt. And in a black wave of anger, the corrupting, chaotic, ultimate evil flowed into the... ezt beszéltem, aki van, visszaküldtem egységet, azt felküldöm újra. Jó, basszus. Megjöttek a mennyit a démonok. He would need the mindless army to defend him. With a casual gesture, the clever leader set the defense. Ugye most az a baj, Barthas az végtelen. Hoppa. Szóval nem tudja kivárni, mi fog történni, hát én se. Mindesetre ezeket az egységeket még visszaküldöm Barthas segítésére. Aha! Hogy tudtam én? Baszki, a másik irányba jönnek? Hát ez kellemetlen.
They betrayed the poor undead. Basszom meg! Meg azt hittem, hogy onnan jönnek hátulról. Direkt odaépítkeztem be csapdával. De sőt, rakkor oda megidézem ezt. Ide meg a generálist, ha le tudnám rakni. Az, hogy too many creatures. Bazz meg. Nem lehet lerakni oda. Nem lesz, visszaküldöm oda. Bassza meg. Még jó, hogy visszaküldtem pár egységet a védelemre. Mi akkor oda küldöm ezt a szort. Bassza meg, de sokan vagytok. És hát használok még varázslatokat is. Még 7 és fél percig kell kibírnom. Még jó, hogy teletöltöttem a varázslatot. Pont erre az esetre, hogy meglepetés érjen. Mert az a területi kifejezés, ez igen jó. Ó, jönnek az emberek is, ez az. Mindenki csak ellenem. És még 7 percig kell kibírnom Bartosza. Bassza meg. Miért adtam ilyen rossz helyre azt a szart? Használjuk ezt a területi képességet. Ugye egyszer hány oldalról támadtak. De most ami van manám, azt mind fel kell, hogy használjam. Mi látszik erre a végső csatára. És máig maradt egységem fent. Nagyon kellemetlenséggel tölt el. Na hát, mindenki ellenem van, baszol. Ilyen nincs. És még 6 percig kell kibírnom. Hogy a faszomba fogom ezt megoldani? Jó Isten, mennyi vagytok. De jó, azon nagy terület is emlés legalább. De jó, jön Melty Sand is. Hát ez kurva jó. Angered at this outrageous interference, it began preparations for the next attack on the Melty Viszont akkor, ha tudok, akkor ide csinálok már csapdát. Közben. Hát, ha sikerül. És nagyon kellnek ezek a csapdák. Úgyhogy mindenfelé jönnek ezek a radékok. És kell leszépíteni. Érzem, hogy fogom ezt túlélni Bartosszal. Főleg így. Ja. Húha. A baj, ez a kurva meg törletileg sebez is. Na. Ah.
Nem kéne sokáig kibírnom. Bassza meg. Nem lehet odaidézni ezt a szart. Nem csak dungeonbe lehet használni. Bassza meg. Az, hogy... Hát jó. Bassza meg azt a melti szendet. Nem vagyom, hogy leverd Arthast. Barthast. Baj, még ezek is jönnek most. Ez kurva jó. Barthasnak úgy érzem, hogy annyi. Jaj. Nem tudom ezt odaidézni. Bassza meg. Ezt nem tudom oda használni. Vagy... Az a baj, hogy is. Bassza meg. Na jó van, meg kell próbálni ezt még egyszer. Úgyhogy fejeztem az egész sereget, de legalább tudom, hogy... Bassza meg, hogy miért odaépítkeztem hátulra? Volt egy sejtésem, hogy támadni fogunk, de azt hittem, hogy hátulra nyílt ez a szar, de nem. Na jó, akkor próba újra, egy idő után. Na, egy újabb próba. Zavar az a kurva, mert viszont, hogy ilyen erős. There are enemies in your dungeon. De most legalább úgy próbáltam, hogy újra kell töltenem a mentést. Jó, hogy az a... Még mielőtt kinyitottak a bányák, most már felkészültem. Várom, még ezek lemennek. Aztán neki is ugrok. Jó. Ez milyen erős ez a kurva spály, ez a kérdés. Defend the throne room. Szóval ezt a küldöm pár egységemet. Jaj, ne! Ne! Bassza meg! Istenemre! Hihetetlen, vissza meg. Kurva, Melthisand. Hihetetlen, milyen erős ez a képessége. Jó, újra próba. Megpróbálom újra. Hát ez még egy újabb töltés volt, még azelőtt itt csináltam a mentést, hogy kinyitott ez a barlang, amivel felkészültem rá. Kurva Melthisand, de utálom. Csak kiszed ebből azt a nagy törleti sebzést. Hát egybe azzal kezd legalább. Nem tudom mennyi rajta a CD, de szerintem olyan fél perc körül lehet. Dögölj meg!
You're not getting rid of me that easily. I'll be back. És akkor kezdjük a rituálét, hát ha összejön. The corrupting evil now held the stone. The ritual began. Na, kezdjük a rituálét. 10 perc. 10 kőkemény perc. And in a black wave of anger, the corrupting, chaotic, ultimate evil flowed into him. Ezt majd el kell használnom rá. The ritual would take some time to complete. During this period, Bart would be virtually defenseless and unable to fight back. He would need the mindless army to defend him. With a casual gesture, the clever evil set the defenders in motion. Excellent, excellent. Soon it will be time. I can't wait. Jó, ezt majd nem tudsz várni. Hát én sem tudok várni, basszus, ezt a 9 percet még. Csak elhasználom oda. Had observed the mindless army's victories. Now, they coveted and claimed the leadership for themselves. And, deceitful as they were, they betrayed the poor under. They opened entrances to your dungeon so that orcs and demons could fight side by side with humans. Damn, they're really doing it too. Quick, lock those entrances. Protect your throne room. No. Csak védeni kell ezerrel, 8,5 percig. Mindenfelől jönnek. Mindenfelől. Ezt a kurvát meg így. Leszedem már így. Az a baj még. Az a jó legalább, hogy egységem se halt meg eddig. Jó, már csak 7,5 perc. Baszki, ezek honnan jöttek? De el kell használnom ezt. A baj, ezt a szart nem lehet irányítani. Nagyon jobb lenne. My plan will soon bear fruit. It's only a matter of time. Jó, a horda szépen hal. Még jó, hogy odaépítkeztem. Már csak 6,5 perc. 6,5 perc. Kibírom. Vagy nem. Francba azok jönnek ott folyamat. De leorázsolom ezzel így őket. Azért szépen. Na jó, hogy területek sem ez a képesség. Na, szerencsé, hogy összegyűjtöttem egy kurva manát. Francba. Meg kell idézem ezt a generálist is. Még 5,5 perc. Meg lesz ez. Ó, Melty Sand is jön.
Jó, még nem jön majd a szent, de az meg kell emlegetnem. A rohadt életbe. Egy újabb horda. Mathisonra figyelnem kell. Benyomja azt a nagy területi sebzését, az nem jó. Háziak. Kurva, Mathisonet hogyan kéne? Na, varázsolom azt a területit. Miért nem varázsolja? Nem merem egyszerűen oda... Ó, most jön. Bassza meg. Jó ég! Már csak 3,5 percet kell kibírnom. Kurva, Mathisonet kéne megölnöm. Ne! Most nyomja, ne! Bassza meg! Nyertek ki belőle! Istenem! The throne room is under attack. De megidézem ezt. Ezt bevédi. Ez kurva mehet is szembe fel, bassz. In the name of the fire god, I consecrate this place. That evil shall never again set foot here. Aj, te jó ég. Nem kéne sokáig kibírni. Csak egy kis idő kéne. Payday. Ez kurva nem jó így. Ez a kurva Mathisonet már. Koncba már. De hozom a összesettségemet. Mi van? Ezt a 2 percet még kibírom, hogy rohadjak meg. Your throne room is under attack. Ezek miért akadtak be oda? Szar. De jó ég. Nem kéne sok, már csak 1,5 perc. Ugye nyomja szerintem azt a teleti... Ne! Ez az a baj, aki beleáll ebbe a szarba, azonnal meg is hal. Keci, már csak 1 perc kéne. Gyorsan! Ever mindenki! Tass! Vigyétek be! Vigyétek be, ne! Ne, basszang, ne! Nem hiszem el! Nem kéne sok... Hát ez... Komolyan baszki! Nem fog odaérni. Finally, the tide roars here!
Barthas went down. The ritual had failed. Komolyan nem hiszem el, bassza meg. 10 másperc. And the stones of destiny still stood. Time for a second try. Jó van, újra próba. Na jó, tudjátok mit? Nem fog szarazni. Inkább fogom és kiírtam a démonokat is, meg a hordát is. Ne zavarjon engem senki. És legalább utána már csak az emberekkel kell foglalkoznom. Én bejövök oda, ahol kiították. De szerintem itt lesz akkor a barlang bejáratuk. Nem fog szarozni, bassza meg. Én legalább nem fognak. Melty-sand came back to life. De jó, Melty-sand is visszajött. Én most kiírtam, bassza meg. Next time would definitely be the end of this miserable heroine. Forever. Forever and ever. What a joke. The demonic throne room had been found. The Midas army's victory over the chaotic evil was now within grasp. No. Chaotic evil and his demons were defeated, and forced to acknowledge the chaotic evil's supremacy, because they didn't have much of a choice. Rank and file of the Midas army shattered their toothless jaws. Hát ezt gyorsan kiirtottam. Ezt gyorsan elpusztította a főépületét. Hát, ez érdekes. Nem is fog jönni több. Ezek szerint. Hiszen ez volt a főépülete. A főépületét elpusztítom onnantól, ki is esik az egész játékból. Úgyhogy... csak annyi van ennek. Nagyobb is remélem. Most írtsuk ki a hordát is. Az embereket nem láttam úgy valahogy, mert itt van kettő izé. Nem tudok bemenni egyszerűen, mert nem lehet áttörni azokat a falakon. Szóval szerintem nem lehet. De esetre most akkor írtsuk ki a hordát is. Defend the throne room. Hát ezek aztán jól megpusztulnak. Na látom, nem is jön több démon portál. Legalább utána már csak az emberekkel kell foglalkoznom. Ha nem lehet más megoldás, akkor én ezt fogom csinálni. Meg az, hogy nincsen a küldetésben az, hogy nyitsam ki a démont meg a hordát is. De én megcsinálom. Mehetünk tovább. Bezzeg én voltam hordával, akkor ezt nem engedhettem meg, hogy csak így betörjenek. Hát de most nem a hordával vagyok, szóval így jártak. Az a jó, hogy itt van közvetlenül a főterem. És ennek is annyi. Neither orcs nor goblins would interfere with the ritual, but instead give the corrupting evil precedence. The mindless army left the dungeon. És akkor mostantól silent procession. Már csak az emberek maradtak. Mit csinálnak ezek?
Ja, elfejtettem meg kivenni a zászlót. Na jó, akkor most egy kis szünet, mert szerintem ezeket újra kéne gyártanom. Hát ez szarok bele inkább neki, meg így, ahogy vagyok. It's payday. Jó, már payday, hogy... Ezek is jönnek folyamat. De legalább már csak a Melisandre kell figyelnem, és ezekre nem. Hú! Hát ha nem lehet másképpen, akkor én így csinálom. Meg van oldva. Nagy kérdés. Legalább már csak egy oldalról kell, hogy támadjanak ezek a szarháziak. Na, egy autómentés. Bocsánat, nem használom a képességeket, de csak elég nekem Bart azt használnom, így is szétverem őket. Képességek nélkül is. Hogy lehet kiirtani ezt? Az embereket nem tudom egyszerűen. Nem lehet átmenni se ezzel, vagy desecrate, hogy begározzasson a földre és ledőlne a kapu. Ez nem működik. Úgyhogy... maradok ennem megoldás nagy így öröm széllyel. Most keresen egy kis kiszedem bele. Jaj, nyerjétek már bele, bazd meg! És belerohannak egy basszalba. Komolyan mondom. Na. Halljál meg, na, tiszent! Francba veled. Csak a képességet ne nyomja be. Sőt, á, ne! Mi a franc? Miért szakította be? Hát ez érdekes. Még nem látom, hogy beszakít. Na. I'll be back. Mi vagy te? Arnold Schwarzenegger? Na. Akkor használjuk ezt a kurva rituálét. Victory! And again, Arthas began the ritual. The existential evil remembered that boring repetition can be its own form of... Sőt, ide rakom az ászlót, hogy az újra jelentettségek egy boldog menjenek. Te mit csinálsz ott? Menjél harcolni, baszki. Be kell védeni a Bartost. És még 10 perc. Kövén nincsen valami híledős egység, ami tudná ezeket hílelni. Jó. Jaj, de örül valaki magának. The stones of destiny contained ancient secrets, and the corrupting evil had found a way to unleash their power. Csak meg lesz. Just one quick command, and the stones would send out a wave of destruction capable of destroying any and all attackers. Miért nem engedelmeskednek ezek a szarok? Takarodjatok fel! Na, erre van szó. Én legalább az összes egységem fent van, ami meg is halt. Á, mennyivel jobb, hogy így nem. Támadnak a démonok is, meg a hordák is. Megoldottam én ezt! Ha
Az olyan, hogyha az Evil Strikes-beket tudnám használni a felszínen is. Hát igaz, az OP lenne, de... remélek. 8 kibaszott perc. Szerintem ezt inkább belevágom, hogy ne várjátok meg ezt a 8 percet is. Elérkeztünk az utolsó 2 perchez. Valább. Na, lehet is szerintem úgy azóta egyszer jött csak. Úgyhogy még van idő. Ja, majd nem fog újraérni megint. Plusz rájöttem, hogy van az oltárnak ilyen képessége. Stones of Destiny. Ez mindent elpusztítta, ami a körülötte van. Hát jó, jó, amikor jöttem rá, meg biztos mondták, csak nem figyeltem. Biztos mondta a narrátor is. És hát megidézem oda azt az Ultimate-t, hogy bevédje a bázist. Szétszedi az embereket. Na kíváncsiak, mi történik, már csak egy perc. Közben meg Bart az mindenféle marságot mond, azt mondja, hogy ők a világ elpusztíthatatlan Isten császára, jelket magyarázok közben. Idióta. Hát, mondja majd. Na, már csak fél perc. Fél perc! És most minden becsapódik, becsapódik egy meteor is, kihal, és kezdhet újból. Na. Én már azért sokkal könnyebb, hogy nem jönnek a hordosnak a démonok. Na, volt eszem, és inkább kiirtottam őket, nem egyszerűbb. És 3, 2, 1, tada! The ritual was successful. Barthas's body was now home to the concentrated power of all that is evil. A huge flash of light bathed the land in brightness and briefly obscured the stones of destiny, where Barthas was quickly replaced by the absolute evil. És akkor most Barthas testét feláldozták, ugye, és akkor... Mi van? Szóval erre vártam. Az időm végre eljött. Na, mit csinál? Na, te mit akarsz? Ez a nagy esély. Elterveztem az egészet. I have already caused absolute evil's first slip. I gave the hero the magic formula for its banishment earlier. What? That was you? You're a miserable traitor to the evil cause. You've been so good. I'm just as evil. I helped reunite the absolute evil again. Surely you're asking yourself why? Well, szóval így segítettem ugye fejeszteni az Ultimate gonosz, és ez egy tervem volt. I'll be the absolute evil instead of the absolute evil. Okay, szóval az a terve, hogy legyőzi az abszolút gonosz, győlegi az abszolút gonosz, és ő üljön a jeges trónon. This is the most important fight of the whole story. It's him or you. Only one of you will... Oh right, well, forget what I said. The ridiculous prophet had apparently thought that he had a chance against the absolute evil. But this was, of course, a fallacy, one which earned him a devastating blow. A formidable victory for the mindless army, and the Horde, and the demons, of course. Don't rejoice too soon. You haven't won yet. Szóval, most vagy leverem azt a prófétát. You will never take New King's ending. Oh, right. Forgot about her.
New King's Ending? Szóval egy új... Okay. Új King's Ending-et csináltak. Hát akkor még egyszer le kell rombolni a King's Ending-et. Na. Ez érdekes csata lesz. Hú, na mi lesz? Mi fog ebből majd kisülni a következő részbe, az utolsó részbe? Majd meglátjuk. Akinek tetszett a videó, az nyomja egy lájkot, vagy iratkozzon fel. Hú, de hogyha ez a csata ilyen nagy volt, akkor mi lesz a következőbe? Na, ez majd még kiderül. Addig is sziasztok!